Az idő előre haladtával a kormányzati döntésekkel összhangban Tolnán is újabb szigorításokat kellett bevezetni a vírusveszély visszaszorítása érdekében. Ezzel párhuzamosan a leginkább veszélyeztetett korosztály az idősek védelmében a város további feladatokat vállal át. Mi is meghozzuk azokat a szükséges intézkedéseket, hogy ezt helyben hogy tudjuk megoldani. Ugye kiemelten fontos a 70 éven felüliek ellátása. Én most is azt kérem tőlük, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Kérjék meg családtagjaikat, ismerőseiket, szomszédjaikat, ha lehetőség van rá, vásároljanak be nekik ők. Ma délelőtt gyakorlatilag minden 70 év felettinek eljuttattunk egy levelet, amiben nagyon részletesen kitérünk arra, hogy milyen módon tudunk segíteni nekik. Ezek pedig az alábbiak. Egyszeri meleg étkezést tudunk biztosítani, tehát hogyha igényli, akkor akár hétfőtől péntekig, akár hétfőtől vasárnapig megoldjuk azt, hogy őket meleg étellel egy nap egyszer ellássuk. A bevásárlás, az alapvető élelmiszerek beszerzését is meg tudjuk oldani, mégpedig úgy, hogy egy helyi bevásár, vagy egy helyi bolttal kötöttünk szerződést, hogy alapvető élelmiszer listát állítottunk össze, ez a teljesség igénye nélkül tej, kenyér, túró, tejföl, előre csomagolt, felvágott, 1 kg liszt, 1 kg cukor, só, rizs, étolaj, májkrém, tisztítószerek, fertőtlenítőszerek, itt hipóra gondolok elsősorban, vagy valami, tehát inkább az olcsóbb kategóriájú termékekre. Ezen felül nem lesz választási lehetőség, tehát megkapták a lakosok, hogy mi az a lista, amiből ők választhatnak. Hetente kétszer kell leadni a megrendeléseket az önkormányzat felé. Ezeket az elérhetőségeket mi nyilván akár telefonon, akár e-mailen fogadni fogjuk, és hetente kétszer lesz kiszállítás. Mindez addig él, mondja a Perszofer Ágnes, amíg az igénybevevők száma a kezelhetőség mértékét el nem éri. Onnantól, hogy mondjuk 20 feletti az igény, ami hozzánk beérkezik, onnantól mi be fogjuk ide az önkormányzat egy épületébe szállítani, és a munkatársainkkal mi szétválogatjuk a csomagokat, és ki fogjuk szállítani az érintettek számára. Az önkormányzat akár az étkezést, tehát a meleg étkezést, akár az alapvető élelmiszerek ellátása tekintetében megelőlegezi ezeket a költségeket, tehát mi kifizetjük ezeket az érintetteknek, és mi fogjuk tovább számlázni majd azoknak, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ez több mint 1800 embert érint egyébként a városban, tehát elég sok 70 év feletti él a városban, akinek nincs, vagy esetleg karanténba került, vagy megbetegedik a hozzátartozója, az mindenféle kérdés nélkül mi a rendelkezésünkre állunk, és meg fogjuk oldani, hogy az alapvető élelmiszereket és egyszeri meleg étkezést kiszállítjuk. A gyógyszerellátásról is gondoskodni fogunk, megállapodtunk egy patikával, közvetlenül őket kell keresni, mi inkább itt a kiszállításban fogunk segíteni, tehát náluk kell leadni, hogy milyen gyógyszerigényeik vannak. A tájékoztató mindenre kitér, hogy milyen gyógyszereket, milyen időtartamra lehet kiváltani, milyen adatok szükségesek hozzá. Úgyhogy ez is megoldott. Én azt gondolom, hogy mi megteszünk mindent azért, hogy az idősek otthon tudjanak maradni, és még egyszer hangsúlyozottan kérem, hogy maradjanak is otthon. Az emellett a legfiatalabbak védelme érdekében a játszótereket is lezárja a város. Bár én egyértelműnek gondoltam azt, hogyha valaki nem mehet óvodába, iskolába, akkor nem a játszótéren fogja tölteni az időt. Úgy tűnik, hogy ez mégsem mindenkinek jut eszébe. Elég sokan használják a tolnai játszótereket. Jegyzőasszonyt kértem, és a mai napon utasításba is adom, hogy a játszótereket addig, amíg ez a járványhelyzet nem változik, illetve nem csökken, vagy nem szűnik meg, addig teljesen le fogjuk zárni.